Tisztelt barátaink, tisztelt közönség, nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, Kodolányi Gyula vagyok, a Magyar Szemle Alapítvány Szerkesztőbizottságának elnöke, és azért jöttünk ma itt össze, hogy ezt a klasszikus mondatot elismételjem, hogy Csóti Gyuri barátunk interjú kötetéről folytassunk egy beszélgetést. Ebből az alkalomból egy nagyon érdemes társaságot hívtunk meg, Durai Miklóst, más nem mondok, Szőcs Gézát, más nem mondok, Enz Gézát, aki a Magyar Szemle Alapítvány új elnöke, Granaszói György halála óta, és Eskirály Bélát, a könyv szerkesztőjét. Először is gyakorlati bejelentéseim vannak. A beszélőket arra kérem, hogy mindig mikrofonba beszéljenek. Arra viszont ügyelni kell, hogy mindegyik mikrofon be van élesítve, tehát a privát megjegyzéseink is felvételre kerülnek, bár a kedves barátunk majd le fogja őket törölni. Gondolkodtam azon, ugye, hogy hogyan lehet, mi lehet a fókusza egy olyan esnek, ahol erről a könyvről beszélgetünk, és oda jutottam, hogy a határon túli magyarság mai helyzetéről kellene beszélgetnünk. Arról részben, ami itt van, ebben a könyvben annyiszor megjelenik, és arról, ami a könyv legutolsó, legfrissebb interjúi 2010-esek óta történtek. Azt gondolom, hogy a vendégeink kimondottan a leghivatottabb személyek, talán az egész magyar nyelvterületen a leghivatottabb személyek közé tartoznak, akik erről beszélgethetnek. Ugye már a barátaimat felsoroltam, de hát azért azt tudni kell, hogy 1990-ben Berenc Géza lett a határon túli magyarok hivatalának az államtitkára, és azóta is több mint egy negyed százada folytonosan valamilyen módon részt vesz a magyar, a határon túli magyar politikai kapcsolatok, az infrastruktúra, a kultúra építésében. Ugyanezt el lehet mondani Csóti Gyuriról is, Csóti Györgyről. Őt 1989 heroikus napjaiban ismertem meg, amikor egyszerűsítve mondva Antal József hivatalának lett a hivatalvezetője, és én pedig külügyi tanácsadóként akkoriban kezdtem dolgozni, 90 második felében Antal József mellett. A Gyuri más háttérből jött, mint a legtöbbünk. Ő mérnök eredetileg, mégpedig híradástechnikai mérnök, és valamit azért a gazdasághoz is ért. Én azt hiszem, hogy ez a pályáján tulajdonképpen segítette, mert hogyha végigtekintek a pályáján, azt mondhatom, hogy és végigtekintek a kortársaimon, nagyon kevesen voltak köztünk, akik azzal a módszerességgel és rendszerességgel dolgozták végig ezt a 27 évet, bármilyen helyzetbe kerültek, mint ő. Tehát egy kiváló profi diplomata lett belőle, nem mindig az előtérben, de hát azért egyes emlékezéseiből, amik megjelentek itt ott, lehet tudni azt, hogy például az Antal kormány idején nagyon nagy mértékben a miniszterelnök ővele bonyolította a bizalmas német kapcsolatait. Tehát amikor valami nagyon bizalmas dolgot kellett továbbítani, akkor ő utazott ki Németországba. És hát sorolhatnám a fontos megbízatásokat. Hamar kapcsolatba került az erdélyi ügyekkel, hiszen ezt ő már a rendszerváltozás előtt szenvedélyesen művelte, a kijárást Erdélybe, a könyvek vitelét, a barátságok építését. És jött egy különös pillanat az életében, amikor ebben a 27 évben, amikor így vagy úgy, különfajta kormányváltozások és egyéb kombinációk miatt néhány évet hivatalon kívül töltött, ugye azt hiszem ez így volt, ez körülbelül 2004 és 10 között, ugye talán nem teljesen véletlen ez a két dátum, hogy pont erre az időre esik. Akkor azonban történt egy nagyon szerencsés dolog, Széles Gábor megalapította az Echo TV-t, és Gyuri egy egészen új szerepkörben tűnt fel,
ahol is a diplomatai és politikusi tehetségét gyümölcsöztetni tudta remekül, a kommunikációs tehetségét, az Unió című műsort találta föl, és ebben minden hét, nagyjából minden héten valakivel leült beszélgetni a nagy magyar élet vezető képviselői közül. Most ugye, hát mindnyáján úgy vagyunk már azért ebből a nemzedékből, hogy vissza kell tekintenünk és össze kell gyűjtenünk, amit csináltunk, és egy ilyen beszélgetésben kettőnk közt Gyurival jött elő ez az ötlet, hogy ezekből az adásokból, az unió adásokból egy nagyon jó könyvet lehetne csinálni. És el is kezdte ő a leíratását, végül is azt hiszem, hogy 240 beszélgetés az, amit lebonyolítottál. Utána jött a még nehezebb dolog, ebből kiválogatni annyit, amennyi egy ilyen átlagos magyar szemlekönyv terjedelembe belefér. Akkor segítségül szegődött ő melléje szerkesztő barátunk Király Béla, aki maga is erdélyi származású újságíró és politológus, és hát nagy munkával sok hónapon át rostálták ki ezt a szöveget, és ebből jött létre ez a könyv, amelyik a könyvhétre jelent meg, de hát igazából a könyvhét belecsúszik a nyárba, és igazából most volt értelme annak, hogy egy bemutatót tartsunk a könyvről. Nagyon nehéz összefoglalni, hogy mi van a könyvben, hiszen nagyon nagy egyéniségek, nagyon nagy alkotók szólalnak meg ebben a könyvben, akiket nehéz ugye egy kategóriába besorolni, hogy más nem mondjak, ugye ott van többször Csóri Sándor, Makovec Imre, sok más alkotó, vagy rendkívül markáns résztvevője a magyar életnek. Én azt gondoltam, hogy ahogy említettem már, vegyük elő most ezt az egész témát, hogy mi van ma a határon túli magyarsággal, illetve hogy él ma együtt, hogy élünk mi ma együtt a határon túli magyarsággal, mik a nagy politikai kérdések, de mik azok a kérdések, amit Makovec Imre az interjújában ajánl nekünk, hogy most nem a Kossuthok és Széchenyik ideje van itt. Fel is hívom a figyelmet, hogy sajnálatos módon a szerkesztés során nem szó kimaradt ebből a mondatból, mert úgy áll, hogy most a Kossuthok és Széchenyik ideje van itt, de az előzetes mondatokból kiderül, hogy azt mondja, hogy nem annak van itt az ideje, hanem most az építkezés ideje van itt, a kisközösségekben, mindenütt, ahol vagyunk, ahol megfordulunk. És valóban egy érdekes dolog volna erről is beszélgetni ma, hogy azok a magok, amelyek olyan kicsinek, kevésnek tűntek, ugye, amit az IES Alapítvány Enz Géza idején szétosztogatott a határon túl, amelyből kisarjadt gyakorlatilag a határon túli, újra a határon túli magyar élet, hogy ezek mivé nőttek, mi lett belőlük, mi az, ami elpusztult, és mi az, ami megmaradt. És hát természetesen hozzá kell tenni, hogy a mostani kormány óriási összegeket tesz hozzá ehhez a pénzhez. Én azt gondolom, hogy most én elhallgatok, a torokgyulladásom is körülbelül eddig engedte, hogy beszéljek. Bélának átadom a szót egy pár percre, és akkor utána talán Szőcs Gézát hallgatnánk először meg. Megtiszteltetés, hogy politikusokkal és hát sorsalakítókkal egy társaságba kerültem a szerkesztés kapcsán. Magamról egészen annyit, hogy általában én alulról, tehát a közember szempontjából néztem, és érdekelt a politika, meg a közösségépítés. Mindig külvárosokban, meg kisvárosokban tanítottam történelmet és filozófiát, és hát Kodolányi Gyula főszerkesztőmnek köszönhetem, hogy megismerhettem Csóti Gyögyöt, és rajta keresztül hát a generációjának jeles képviselőit. Nem volt, tehát kezdeném egy másikkal, egy picit visszalépnék az időbe. Csóti Györggyel készítettünk egy kisebb kötetet, már két éve korábban, azaz beszélgettem vele, és
talán szimbolikusan összefogja az itteni találkozásunkat egy kérdésem, 2014-ben tettem fel neki, a 25 év nemzetpolitika szolgálatában című kötetben, és azt kérdeztem Csóti úrtól, hogy az ország, tehát benyújtott egy indítványt, azt hiszem 10-en, és egy határozatot, miszerint a Magyar Országgyűlés október 27-ét a székelyek nagy menetelésének napját a Kárpát-medencei Magyar Autonómiák napjává nyilvánítja. És megkérdeztem, hogy lett belőle törvény, hát azt mondta, hogy sajnos még nem, de reménykedik benne. Tehát lett belőle törvény, kérdezem. Még nem. Bocsánat, ez csak egy költői kérdés volt, mert ez kifejezi azt a külső-belső nehézségeket, és ez nem értékítélet akar lenni, hanem a dolog bonyolultságát mutatja, ha erről a kötetről beszélünk, a nemzetünk sorsáról, a magyar identitásról, és hát itt a vendégeink nálam sokkal hivatottabbak ennél beszélni. Én csak a kötet szerkesztésében, meg esetleg el tudnám mondani, hogy a szülőfalumban, vagy abban a kisvárosban, ahol felnövelkedtem, ott milyen problémákkal küzdködnek. Ami a kötet szerkesztését illeti, hát nem volt nehéz dolgom, hiszen egyrészt újraéltem azt, amit annak idején a Echo TV-ben láttam, persze nem minden adást láttam, be kell vallanom, de és én is sajnálom azt, amit Kodolányi úr mondott, hogy hát egyrészt a kötet terjedelme miatt, hát meg mások miatt ugye sokan kimaradtak. De én azt tudom, hogy Csóti György tarsolyában még sok minden van, és hát reméljük, hogy ez a kötet is hozzájárul, hogy jobban megismerjük a munkásságát. Tehát röviden ennyit gondolom, hogy az Echo TV-vel, az Echo TV-ben elhangzott adást, azt Echo TV-ben elhangzott adásokat a jelenlévők nagy része látta, talán jobban is ismeri, mint én. Beszélnem lehetne Csóti Györgyről, beszélnem lehetne a könyvről, beszélnem lehetne arról a problémáról, amelyet a könyv körül járt az elmúlt évtizedekben, és amely probléma ma újrafogalmazó jelenik meg számunkra. Tehát nagyon sok közelítési pont, ahol lehetséges megkezdenünk az elemzést. Hadd beszéljek először Csóti Gyuriról, akit nem titok, hogy baráti viszony fűz hozzá, tehát amit most mondok, az ön baráti elfogultságnak tűnhet, hogy hát azért mondja ezeket, mert jó cimborája. Nem igaz. Azért jó cimborám, azért lett barátom, mert megvoltak benne már akkor azok a kvalitások, azok az elkötelezettségek, az az érdeklődés, az a felelősségérzet, amelynek egyik lenyomata ez a könyv. Tulajdonképpen amelynek egyik lenyomata egy interjúsorozat, amelynek a lenyomata ez a könyv, kiválogatva belőle mintegy ötöd részét, vagy nem tudom pontosan hányad részét, annak, ami ott és akkor képernyőre került. De nekem régi feltevésem az, hogyha a magyar képviselők, a magyar országgyűlési képviselők műveltebbek volnának, mint amilyen műveltek, akkor talán jó néhány
döntést, a jogalkotói munka jó néhány eredménye máshogyan születhetett volna meg. És a műveltséget most az egyszer nem klasszikus műveltségnek értelmezem, tehát nem arra gondolok, hogy hogy klasszika filológusok üljenek a magyar parlamentben, vagy irodalomtörténészek, vagy eszcéták, vagy filozófusok. Mindez nem volna helytelen. De az helytelen, hogy Fehér Holló az a képviselő, akiben a nemzettel kapcsolatos, a nemzet helyzetével és a nemzet történelmével kapcsolatos ismereteknek akár csak a töredéke is meg lenne, mint amennyi megvan Csóti Györgyben. És végképp nem beszélünk akkor arról, hogy azok a konklúziók, amelyeket egy képviselőnek le kell vonnia a magyar történelmből, le kellene, ha ismerni, meg le kellene vonnia a magyar nemzet, ideértve a magyar nemzetrészek helyzetéből, ha ismerni ezeket, de nem ismeri, akkor talán nem itt tartanánk. Tehát elsősorban is ez az imponáló és példás a Csóti György személyiségében ez a műveltség vagy tájékozottság anyag a nemzet ügyeiben, és az ezt hasznosító aktivista mindig valami fajta tettekben gondolkodó és konkluáló lelkület és személyiség. Tehát ennek egyik, ezt mi tudtuk eddig is, hogy ő ilyen, de mindazok, akiknek nincs meg az Echo TV teljes anyaga, amit éveken keresztül sugárzott, mondjuk nincs meg ez valami fajta DVD sorozatban, és hát nincs ilyen ember. Meg azok, akik ha nem is a teljes Echo TV műsor folyamot, de legalább a Csóti interjúkat, ha nem őrzik ott a polcukon, és hát nincs ilyen ember, akkor legalább ezt a könyvet tartsuk ott a polcunkon, nem Csóti György miatt, hanem azért, mert a modern magyar nemzet ismeret, következésképpen nemzet tudat egyik nagyon fontos dokumentuma ez a könyv. Keresztmetszetet nyújt arról a magyar értelmiségről, akit polgári értelmiségnek, nemzeti konzervatív vagy jobbközép értelmiségének nevezünk, akik általában például a Magyar Szemlében is közölnek, és azok, akik valami fajta holdudvarát, szellemi holdudvarát és hátterét képezik a nemzeti kormányoknak, amikor vannak ilyenek. Nem akarnék ilyen banalitásokig eljutni, de azt mondanám, hogy kötelező olvasvány volna ez a könyv, meg az ehhez hasonló könyvek, azoknak, akik a nemzet sorsáról szavaznak, vitatkoznak hétről hétre a parlamentben. Tehát nagyon nagy tudásanyag és bölcsességanyag van ebben a könyvben, nem a Csóti Györgyé, hanem azért vagy nem csak a Csóti Györgyé, hanem azért a több mint 30, tehát közel 300 vezető értelmiségé, akik ezeket a bölcsességeket olyan küzdelmekben szűrték le, alakították ki magukban, amely fedezetet jelent arra nézve, hogy igen, ezek az emberek tudják, mi az, hogy nemzet, tudják, hogy mi az, hogy nemzet iránti felelősség, és mi az, hogy jövő iránti felelősség. Tehát nem csak múltidejű ismereteik vannak, hanem azt is körvonalazni képesek, többé-kevésbé,
hogy mit lehet tenni abban a helyzetben, amelyben éppen adott pillanatban vagyunk. Na most itt van egy dilemma. Amikor ezek a beszélgetések születtek, nem olyan helyzetben voltunk, mint ma. Nem olyan helyzetben volt Magyarország sem, és nem olyan helyzetben volt az Unió sem. Akkor ugye magának ennek a tévésorozatnak, vagy beszélgetéssorozatnak a tévében az volt a címe, hogy Unió. És rengeteg illúziónk volt az Unióval kapcsolatban, és sok pozitív illúziónk, és ezek közül nagyon sok teljesült is. Ilyen például a nemzet határok fölötti újraegyesítésének az eszméje, illetve megvalósulása, amit az anyaország és az egyes utódállamok uniós tagsága tett lehetővé. Az más kérdés, hogy mennyire éltünk ezzel az eséllyel a nemzetegyesítés, így módon történő nemzetegyesítés esélyével. De ez az álmunk, ez a tervünk, ez az elképzelésünk nem bizonyult hiába való illúziónak, az Unió ezt hozta. És bármennyire használtuk is, vagy nem használtuk. Most pedig egy olyan helyzet van, amikor nem az a kérdés, hogy mit nyújt nekünk az Unió, ami speciális szemszögünkből, tehát mondjuk úgy, hogy össznemzeti szemszögből. Nem az a kérdés, hogy az uniós tagságból fakadó kötelességek és esetleges hátrányok milyen arányban vannak egymással. Itt most ahhoz képest, amikor ezek a beszélgetések készültek, az a különbség, hogy az Unió van válságban, és nem pénzügyi, nem gazdasági válságban, hanem identitás válságban. Egész pontosan talán nem is az Unió van identitás válságban, hanem maga az identitás fogalma van válságban az Unióban. Ez nem az a válság, amelyről Oswald Spengler beszélt, meg Hamas Béla, meg Génon, és még sokak. Ez nem a kultúra válsága. Ez eljutottunk oda, hogy maga az identitás lassan szitokszóvá válik. És nem csak a politikailag korrekt beszédben, hanem abban, ami a polkorrekt beszéd meleg ágya és éltető közege. És azt hiszem, hogy talán nem nagy zolás vagy túlzás azt gondolnunk, hogy azok a tapasztalatok, amelyeken a magyar értelmiségi, a magyar történelem sajátos körülményei folytán az elmúlt évszázadban, amely tapasztalatokat összegyűjtöttünk, és amelyek bizonyos értelemben szublimálva, vagy bizonyos szempontok szerint sűrítve ebben a könyvben megtalálhatóak, ez ebben a mi léptékeinket meghaladó vitában, ami most történik a nyugati típusú civilizációban, az identitással kapcsolatban. Azt hiszem, hogy egy komoly arzenált, komoly muníciót jelentenek, képeznek ebben az eszmei csatában, ebben a rettenetes krízisben, amely lassan megkérdőjelezi mindazokat a kötelékeket is, amelyekről épésszel nem is volt elképzelhető, hogy megkérdőjelezhetőek. Én ebben is látom ennek a könyvnek a fontosságát, és azt gondolom, hogy egy belőle készült összefoglaló, egy rezümé bizony azokban a vitákban, amelyek ma zajlanak Európában és az Európa fogalom körül, és az identitás pilléreit képező értékek körül. Ebben igen sok figyelemreméltó
konklúzió volna felhasználható, mint argumentum, ha valaki ezt a könyvet ilyen szemmel olvasná, és ilyen szemmel készítene belőle egy digestet, mondjuk angol nyelven, vagy talán németül. Még sok mindent el kellene mondanunk, de talán ezek voltak a beszélgetés elindításához a legfontosabb szempontok. Köszönöm szépen, Géza. Én nagyon szűken bántam a mondókám elején a Csóti Gyuri jellemzésével, tehát azt gondolom, hogy ha a merő tényeket végig gondoljuk, ugye, hogy valaki elindul ugye, elektronikai, híradástechnikai mérnökként, és diplomata lesz belőle, mégpedig nagyon jól, tehát Csóti György az ember volt kezdettől fogva, aki bárhova, bármelyik terembe belépett a legnagyobb nyugalommal és a legjobb stílusban, és amivel megbízták, vagy amiről úgy gondolta, hogy neki el kell végezni, azt tökéletesen végbe tudta vinni. De ezen kívül még gondolkodott is arról, hogy mikor mit lehet tenni. Voltak kezdeményezései is, országosak, nem akarok erről itt most nem beszámolni, de valóban, ahogy Szőcs Géza mondja, itt a műveltség is elképesztő, mert hogyha valaki ezt a könyvet olvassa és azt látja, hogy ő egyenlő partnere tud lenni beszélgetésben, azokkal a nagyon különböző alkotókkal, művészekkel, főpapokkal, közéleti emberekkel, politikusokkal, akiket behívott, akkor én azt gondolom, hogy ott kikerekedik valami, amit inkább tapasztalni, olvasni kell, mint hogy én itt most dicsérjem. A Géza ötlete egy digestre, egy angol nyelvű digestre, ez nagyon érdekes. Én nem hiszem, hogy ezt lehet szinoptizálni, pontosan azért, mert olyan emberek szólalnak meg, akik ugye az elcsépelt francia kifejezést használja, most stílus az ember. Tehát nem lehet ugye egy Makovec szöveget szinoptizálni. Nem lehet egy tőkés szöveget szinoptizálni. Egy Szőcs Géza szöveget se tudsz szinoptizálni, mert ők itt azért, miután ráadásul többé-kevésbé juró emberek, ezekben a mondatokban a teljes személyiségüket hozzák. De a bogarat a fejünkbe beültetted, Géza, és azon valóban el lehetne gondolkodni, hogy kivenni nagyon komoly passzusokat, azokat lefordítani egy jó fordítóval és egy ennél vékonyabb könyvben az identitásról szóló szimpóziumt rakjunk össze, és azt a megfelelő módon terítsük ugye, ennek a válságnak a pillanatában, amiről Géza beszél. Nos, akkor a forgatókönyv szerint most átadom kedves barátunknak, Durai Miklósnak a szót. Köszönöm szépen a meghívást. Annyi minden jó elhangzott itt, hogy most már csak elég lenne azt mondani, hogy tessék nézni, ez a könyv bemutatom, megmutatom. De azért ettől sokkal többet érdemel ez a könyv, mint hogy tárgyként mutassunk rá. Amikor olvastam, meg kell vallanom, hogy voltak szövegrészek, amiket csak átfutottam, és nem bifláztam. De a lapozása közben az jutott eszembe, hogy egy rendszertani vizsgálatnak kellene alávetni a itt összegyűjtött interjúkban felsorolt vágyakat, negatívumokat, meg elképzeléseket, pozitív irányú elképzeléseket. Ugyanis, hogyha ezt egy ilyen szempontból vizsgálnánk, ezt a könyvet, illetve a könyvben szereplő interjúkat, akkor szinte majdnem pontosan szembe találhatnánk magunkat a korunk és nemzetünk valóságával, állapotával. Ugyanis annak ellenére, hogy olyan embereket, egy kivételével olyan embereket kérdezett meg Csóti György,
akik hát ha nem kérdezte volna őket meg, akkor hibát követett volna el. Az ő gondolkodásukban is érződik az, hogy ugyan érzik a problémákat, de azért nincs mindenki tisztában azzal, hogy mi is az igazi gond. Csórinak van egy mondata az interjújában, hogy ma olyan állapotban vagyunk, és nem csak a magyarokra gondolt, hanem Európára, ma olyan állapotban vagyunk, mint 500 évvel ezelőtt, és ott a reformáció idején, de nem a reformáció, nem az akkori reformáció kezdete miatt, hanem az addig elért állapotok miatt. Tehát ugyanolyan erkölcsi válságban vagyunk, meg egyéb válságban, mint amilyen válságban volt 500 évvel, vagy válságban vezették 500 évvel ezelőtt a római egyházat, amiből teljesen természetes, hogy a protestantizmus fakadt, amelyek természetesen nem csak ez volt a hozadék, ahogy úgymond megpróbálta a szemetet kidobni az ablakon, hanem az Istent közel hozta az emberekhez, mert a nyelvükön tudták megszólítani az Istent. És ez egy rendkívül nagy dolog volt akkor, ami tulajdonképpen ma is olyan értelemben hiányzik, hogy nem tudunk úgy feltenni kérdéseket, hogy arra érthető válaszokat is kapjunk. Vagy nem, hiába teszünk fel érthető kérdéseket, de mégsem kapunk rá érthető válaszokat. Most ez a probléma, ez itt van a mondatokban, a könyv mondataiban is, meg a sorok között is jelen van ez a probléma. Beleértve Magyarország államszerkezeti szervezésétől kezdve, mondjuk Szörényi Leventének az addig a véleményeik, hogy leválasztották rólunk a múltunkat. Mert nem tudunk a múltunkról semmit. A baj az, hogy a jelenünkről sem tudunk eleget. És hogy ez csak a mi most élőknek a mi bűnünk-e, meg vagyok róla győződve, hogy nem így van, mert sokkal korábban indult ez a bűnzuhatag. De, és erre utaltam, hogy rendszertani vizsgálat alá kellene venni a könyvben megjelent interjúkat, mert akkor jobban tudnánk közelíteni a kérdésfelvetésekhez, és jobban tudnánk odafigyelni a válaszokra, illetve egyértelművé tudnánk tenni, hogy a válasz elfogadható vagy sem, vagy csak meghallgattuk, és aztán vagy elengedtük a fülünk mellett, mert nem mondott számunkra semmit. Hát azt hiszem, hogy ez az egyik lényeges probléma, ami hát kitűnik ebből a könyvből. Nem a megkérdezettek minősítése ez, hanem a megkérdezettek által sugallt helyzet, vagy felvázolt helyzet. Most tény az, hogy ha ugye a könyvnek a címét vesszük, Nemzetünk sorsa, a könyv tartalomjegyzékéből is, meg a valós tartalomából is kiderül, hogy valóban az egész magyar nemzetről van szó, tehát nem arról, hanem azon részéről csak, amely 1918 után be lett zárva egy 93 ezer négyzetkilométeres térségbe. Csak érdekes, hogy nem vettem észre, hogy bárki is a megkérdezettek közül érintette volna azt a témát, hogy
a nemzet és az állampolgárság az nem ugyanaz. Mert 1918 óta pont ezt próbálják ránk erőszakolni, hogy a nemzet csak az, amely egy adott államon belül él, és hogyha akár olyan nyelvet is beszél, mint mondjuk éppen ennek az államnak a túlnyomó többsége, államban élőknek a túlnyomó többsége, akkor sem ennek a nemzetnek a része, hanem más nemzetnek. Hát erre találták ki a magyarul beszélő románokat, erre találták ki a jugoszláv nemzetet, erre találták ki a csehszlovák nemzetet, erre találták ki a szovjet nemzetet, habár az más gyökerekből fakad egy kicsit, mint a csehszlovák meg a jugoszláv nemzet. Annak kimondottan politikai gyökere volt, a csehszlovák meg a jugoszláv nemzetnek meg fasiszta gyökere. Tehát ezt világosan látni kell. De tehát, hogyha rendszertanilag elemeznénk a könyvben lévő különböző válaszokat Csóti Gyuri kérdéseire, akkor lehet, hogy közelebb kerülnénk ahhoz, hogy hát megmutassuk azt, hogy a nemzetünknek a krémje sem, a krémje számára sem tisztázódott minden, azért, mert kicsit lusták vagyunk, kicsit felületesek vagyunk, és nem igazán vesszük észre már a szavaknak a valódi jelentését, és néha ugyanazt szajkózzuk, amit azok szajkóznak a fülünkbe, akik direkt tudatosan meg akarnak bennünket téveszteni. Tehát én úgy érzem, hogy erről a könyvben, könyv tartalma erről a problémáról is szól, és szerintem ez az egyik legnagyobb gondja a nemzetnek, hogy nem lát tisztán, és ebben nagyon sok olyan mondat hangzik el, amely a tisztánlátásra ösztökél. Én gratulálok neked a könyvhöz, meg ahhoz a nagy munkához, amit a Echo TV-ben végeztél. Nem láttam minden műsorodat, mert én ugye Pozsonyban élek, és Pozsonyban Echo TV-t nem lehet fogni. Amikor véletlenül néztem, akkor feketén néztem, mert becsaptam a tévétársaságot, és úgy sikerült hozzájutnom a csatornához. Sok sikert, és várjuk a folytatást. Köszönjük szépen, Miklós. Gondolom, hogy ki fog alakulni itt egy beszélgetés, de én még azt akarom, hogy te ne hagyjad abba, és fölteszem neked azt a kérdést, híresen borulátó ember lévén, hogy mit értünk el? Minden borul mögött a napot látom. Ez az. Jó, akkor jó van. Mit értünk el 27 év alatt? Tehát magyarán szólva, hogy amikor ugye Antal azt mondta, hogy 15 millió magyar miniszterelnöke vagyok a lélekben, és fölállították a határon túli magyarok hivatalát, az IES alapítványt, és valami elkezdődött. Rengeteg minden történt, és nem csak rajtunk múlott ez, hogy mi történt természetesen, hanem a konstellációkon. De elértünk valamit? Jobb ponton vagyunk egészében, mint 90-ben voltunk? De akkor menjünk vissza 90-ig, hogy tulajdonképpen értsük azt, hogy milyen állapotban voltunk akkor. Nekem szerencsém volt Antal Józsefet hamarabb megismerni, mint ahogy miniszterelnök lett. Tehát én ismertem a gondolkodásmódját, ezért én teljesen természetesnek tekintettem azt, amit mondott, hogy lélekben 15 millió magyar miniszterelnöke kíván lenni. Azonban mivel, hogy ő Budapesten élt, nem érezhette előre, hogy Magyarország államhatárán, jelenlegi államhatárán túl ez milyen átmeneti politikai válságot fog kelteni, és bizony nagyon sok határon túli magyar nem állta meg a helyét ebben a
ebben a vonatkozásban. És tehát jó, hogy ezt így megfogalmazta, de valójában nem sikerült ezt gyakorlattá tenni. Nem azt mondom, hogy nem tett lépéseket, illetve az a kormányzat nem tett lépéseket. De hát egyrészt 4 év kevés arra, hogy minden megtörténjen. Másrészt a tapasztalatból tudom, hogy a kormányának volt néhány olyan tagja, aki nem is értette a miniszterelnöknek a gondolkodásmódját. Ezt te is tudod, gondolom, ti is tudjátok. De ti nem azért ültök itt, mert ezt akarjátok bizonyítani, hanem az, nem. Hogy voltak olyanok, akik értették. Nem. És én azt akartam tőled kérdezni, hogy 27 év alatt értünk el. Pontosan erre van szó, hogy akkor meg lett fogalmazva egy olyan gondolat, amiben talán szinte minden benne volt, vagy mindent lehetett volna belőle eredeztetni. De a Géza nyilván emlékszik arra az időszakra, amikor ő volt a határon túli magyarok hivatalának az elnöke, illetve előtte államtitkár, igen. Hogy milyen felvetésekkel találkozott, mi sok mindenről, mikről beszélgettünk, és hogy tulajdonképpen mit sikerült megvalósítani, hogy milyen nehéz egy szörnyű árnyékból kilépni, és az az árnyék az nem csak a kommunizmus árnyéka, vagy a proletár nemzetköziségnek az árnyéka, sokkal súlyosabb árnyék, mert benne van az Európának a rossz múltja is. Éppen itt beszélgettünk egymás között, hogy tulajdonképpen mikor is kezdődött a globalizmus, amely most grasszál jobbra-balra és pusztít. Hát valamikor 1848-ban a kommunista kiáltvány idején. De nyilván már hamarabb lett megfogalmazva, csak akkor került papírra. Tehát egy olyan súlyos múltból, amit az itteni térségbeli politikai helyzet évtizedeken keresztül még súlyosabbá tett, abból bizony nagyon nehéz kilépni, és nézzünk körül, ma is ez a helyzet. Hát nem sikerült belőle kilépni, habár talán mondjuk egy picit jobban látni a felhők mögött megbúvó napot, de pénteken Pozsonyból utaztam Sopronba, Ausztrián keresztül, és Pottendorfban van egy McDonald's étterem, és annak van egy kitűnő toalettje, és ott meg mindig meg szoktam állni. És a intézményben főleg magyarok dolgoznak, magyarországiak, meg egy felvidéki. És a felvidéki, hogy ismer engem, mindig meg szokott szólítani, én is ismerem őt, meg szoktam szólítani, hogy ott megállok. És most arról beszélgettünk, hogy nem sokára, pontosan ő mondta, hogy nem sokára itt fogja adni ezt a munkáját, pedig elég jó keres, sokkal jobban, mint hogyha Szlovákiában dolgozna. És mondtam, hogy miért? Azt mondja, hogy nem érzi jól magát. És miért nem érzi jól magát? Hát hiszem, gyakorlatilag naponta hazajárhat. Azt mondja, a munkatársaim miatt, a magyarországi munkatársaim miatt, mert kiközösítettek. Tehát ugye, ez nem kormánypolitika, ez nem különböző felelős hivatalnokoknak a rosszul végzett munkáját következtében alakul ki, ez egy szellemiség, ami annak ellenére, hogy a két világháború között a nem soha mindent vissza volt az egyik jelszó, már akkor is létezett.
Most nem akarok erre példákat mondani, mert ezzel csak húznánk az időt. Tehát az a 27 év, ami eltelt a rendszerváltozás óta, vagy a rendszerváltozási folyamatban, mert talán inkább folyamatnak kéne nevezni, mert nem a struktúrának a megváltozása az még önmagában kevés, ott a tudati változásokra van szükség. Tehát ez a 27 év, ami ebben a folyamatban magunk mögött hattunk, ez lehet, hogy szemléletben hozott annyi változást, hogy ma már kevésbé döbben meg egy magyarországi azon, hogy egy határon túli magyarul beszél annyi nyelvi szinten, vagy esetleg akár szebben is, mint egy magyarországi. Tehát lehet, hogy ettől már nem döbbennek meg, mert azért még a nem nemzetbarát televízió sem tudja megkerülni ezt a témát. De a probléma megoldásának szerkezeti és stratégiai megközelítésében nem tudtunk előbbre lépni. És ez az igazán veszélyes. Mert biztos, hogy ma sokkal több pénzt költ a kormány, vagy a magyarországi költségvetés, mondjuk a határon túlélő magyarok ügyeire, de nincs meg a felhasználásának a rendszere. Nem azt mondom, hogy minden fillér elvész, de hogyha nincs meg a rendszere, akkor nem lehet belőle olyan tendenciákat kifejleszteni, amelyekre továbbiakban lehet építeni. És ez a legnagyobb hiányosság az elmúlt 27 évnek szerintem. Köszönjük szépen, Miklós. Én Gézát éppen meg akartam kérdezni, nem akarsz ehhez hozzászólni. De bele akarnék Gyuri, kérdezni. Gyuri nagyon nagy türelmet tanúsít, mi azt mondta, még Enz Gézát is hajlandó végighallgatni. Ja. Úgyhogy most gyere te, légy szíves, de nem, Géza. Jó, én... Mert akkor... éreztem, hogy benned valami mocorog, légy szíves. Azt a nagyon banális gondolatkísérletet szeretném elvégezni, ami minden helyzetértékelés és önértékelés és önkép próbája, hogyha újra lehetne, ha megint 1990-ben volnánk, akkor tudnánk-e felelősebben, bölcsebben, okosabban politizálni valamit? Tehát itt is utat tévesztettünk-e, vagy itt nem tévesztettünk utat, hanem csak esetleg lassan kovágunk rajta, megállunk, vissza megtorpanunk jobbra-balra, eltámoljunk, de alapvetően az út és a cél az világos. Hogy látott ezt Miklós? Valamit nagyon elszúrtak a magyar politikai elitek, azért mondom a többes számot, mert ugye minden határonfüli magyar közösségnek is megvan a maga saját elitje, más-más. Hát nyilván, hogy valamit volt olyan, amit elszúrtak. Többek között a státusztörvénynek nevezett törvény, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény, az lehetett volna sokkal jobb is. És ezt nyomon követtem, hogy tulajdonképpen másod-harmadszintű kormányhivatalnokok szúrták el. Mert az eredeti elképzelés egyszerűen érthetetlen volt számukra. Tehát lett belőle egy csonka megoldás, ami azóta még inkább visszafejlődött. Tehát ez hiba volt. Maga az a közeg, amiben éltünk, és amiben próbáljuk élni nemzeti létünket, az, ahogy említettem, olyan hatással van a közgondolkodásra, amitől csak úgy menekülni nem lehet. Tehát tenni ellene lehet, de nem létezőnek tekinteni nem lehet. Viszont az, hogy mondjuk 2001-ben, 2002-ben Kovács László azzal kampányolt, hogy 23 millió román rátelepszik a magyarországi adófizetők nyakára, vagy a népszavazás az kettős állampolgárságról, azok tudatos hibák voltak, vagy gazemberségek. Beleértve
a népszózás javaslását is, és amikor már folyamatban volt, akkor pedig az elfűrészelését. Mind a kettő az emberség volt. Akkor én mindjárt átadom a Gézának, de valahogy sejtettem, hogy milyen dolgok jönnek majd elő, és ezért mondtam, hogy nagyon bonyolult helyzetben folyt le ez a 27 év. Tehát nem csak mi működtünk ebben, hanem egy nemzetközi környezet is. És a történeted, amit elmondtál a McDonald's-ról, az hozta elő belőlem, hogy hát most egy olyan kettős helyzetben élünk, amikor van egy kormányunk, amelynek egy hallatlanul, messzelátó, nagyvonalú és anyagilag jól megtámogatott nemzetpolitikája van, de ugye amellett létezik Magyarországon egy kereskedelmi média, amelyik hát oly mértékben ugye elbunkosítja az országot, hogy majd, hogy nem azt mondhatnám, hogy ennek ellenébe dolgozik. Illetve hát a kérdés ennél nyilván sokkal, de sokkal bonyolultabb. Tehát ugye 90-ben mi arra nem voltunk elkészülve, hogy a nyugati technológiának az a hihetetlen robbanása és a liberális gazdaságnak az a robbanása, amelyik a Szovjetuniót gyakorlatilag ugye térdre kényszerítette, az ezt fogja nekünk elhozni most, ma, itt, ugye, amikor a gyermekeink tulajdonképpen már mobiltelefon érintkeznek az osztálytársaikkal, és nem annyira a szüleikkel például. Tehát nem akarom ezt hosszan ragozni, tehát, és ezért nem mi vagyunk felelősek. Ez történt, hát kellene találnunk nyilván válaszokat erre a helyzetre. Ezt Gézának átadom a mikrofont, mert azért egy-két dolgot ő is csinált ebben a 27 évben. Hát köszönöm szépen, én eredetileg nem készültem arra, hogy itten beszélni fogok, de hát az elhangzottak is. Nem írtam meg, igen, egész másokat írgottam ma, de hát az itt elhangzottak persze inspirálóak, meg a kötet címe is, amit én most vettem először kézbe, tehát végig is lapoztam, látom, hogy mi a spektrum. Igen, állószoba titkokat nem kéne elárulnod, hogy hát, így dolgozunk. Hát most így kerül. Dolgozunk, hát ugye mindent nem. Tehát, de természetesen örömmel reflektálok. Igen, hát akkor a könyv témájáról kell beszélni, ha nem láttam a könyvet, már látom a benne szereplőket, szerencsére fényképek is vannak, ami ezt megkönnyíti. Hogy bármiről beszélsz, ami elhangzott itt bármiről. Most, bármiről. Így van, nem védekezésképpen mondom, lezárom ezt a részt. Tehát a nemzetünk sorsáról itt az hangzott el, hogy ez igen borús, bár Miklós azt is mondta, hogy azért a felhők fölött az eget vagy a napot talán most jobban lehet látni, ez már egy pozitív megközelítése a dolognak. A globalizmus az valóban egy olyan téma, amire nem akarok belemenni, csak az körülbelül olyan tényként kell kezelni az én véleményem szerint, mint a klímaváltozást. Nem lehet vele vitatkozni, van. Alkalmazkodni kell hozzá, és ilyen körülmények között kell jobb teljesítményt nyújtani. Lehet. Az, hogy a legrosszabb politikai körülmények között is lehet jó teljesítményt nyújtani, az a sokat szidott Horthy korszak erre kiváló bizonyíték, az kevesebb ideig tartott, mint a 90 óta eltelt időszak, és az eredményei azok igen-igen jelentősek voltak, tehertételekkel természetesen, nem a korszak megvitatásait most a feladatunk, erre csak utalni szeretnék. Az, hogy tudással, teljesítménnyel tud a magyarság abban a helyzetben tudja a fennmaradását biztosítani, amibe kerültünk, és aminek rengeteg negatív aspektusa rajtunk kívüli tényezőként tartható számon. Nem a haj, de bűneink miatt, ugye ezek is vannak, és lesznek is természetesen, de a történelmünk a mi nemzeti szempontunkból kedvezőtlen alakult, a környezetünkben élő nemzetek szempontjából viszont nemzeti szempontból kedvezően alakult. Tehát az egész 20. század, csak 19-20. Század a nemzeti ébredés korszakától kezdődően, és ez mihez vezetett? Masszív nemzetépítési stratégiákhoz. Ezek a stratégiáknak hátszele van. Ennek a globalizmus is érdekes módon kedvez ebben a térségben,
És bizonyos geopolitikai viszonyok is egyértelműen kedveznek, amelyek a mi hátrányunkra alakulnak, különösen akkor, ha a mi teljesítményünk nem nő föl ehhez a feladathoz és ehhez a kihíváshoz. Tehát én azt gondolom, hogy ez valóban egy nagyon nehéz kérdés, de volt már arra példa, hogy a legrosszabb szituációban Magyarország éppen a 20. században, mondjuk a közelmúltban komoly teljesítményt tudott fölmutatni, sőt én ezt hozzátenném azt, ha a II. Világháború után nem kerülünk szovjet megszállás alá, akkor azok az eredmények nem csak, hogy megőrizhetők lettek volna, hanem teljes biztonsággal állítható, hogy egy olyan fejlődés indulhatott volna el, és ez a 45 és 48 közötti időszak törekvései egyértelműen ezt bizonyítják, amelyek az egész magyar nemzet számára is gyümölcsözek lehettek volna, és egy komoly felzárkózáshoz vezettek volna a nálunk fejlettebb, vagy hogy mondjam, nagyobb teljesítményű tőlünk nyugatra élő népekhez képest. Tehát én ebben látom a fő problémát, hogy milyen teljesítményre leszünk képesek, mi magyarok itt és a határainkon túl. A kettő természetesen összefügg. A sok negatívum mellett sok pozitívumot is fel lehet sorolni. Én mondjuk azt mondanám, persze ezek nem áttörésszerűek, de léteznek. Mondjuk például a szorvány ügyeknek a kezelése, például Erdélyben, ahol ez egy nagyon nagy probléma, hihetetlenül jó mederbe halad. Ez azt jelenti, hogy jó néhány száz olyan gyerek, aki egyébként évente olyan gyerek, akik egyébként iskolához se jutnának, nemhogy a magyar nyelvhez, ehhez is hozzájutnak, és a magasabb tanulmányok elvégzésére is lehetőséget kaptak erre. Helyi kezdeményezésekben is nagyon sok minden van. Tehát én azt gondolom, hogy a civil társadalom is a határon túl lényegesen jobb helyzetben van, mint ezelőtt, mint 27 évvel volt, tehát ez is egy nagy pozitívum. Nem áttörés. Nem jelent áttörést a nemzetünk sorsa szintjén való mérlegelés szempontjából, de igen fontos és előre mutató dolog. Ettől még népességfogyás van, ettől még elvándorlás van, ettől még agyelszívás van. Tehát ezek a dolgok és a határon túli magyarokat illetően az agyelszívás nem Magyarországra irányul elsősorban, hanem Nyugat-Európába, tehát Dél-Európába, Nyugat-Európába. Tehát én azt gondolom, hogy ezekkel a dolgokkal való komoly számotvetés és ezeknek a folyamatoknak a folyamatos és intellektuálisan és reflektált figyelemmel kísérése adhatja meg az alapot arra, hogy a kibontakozás pozitív irányba alakuljon a jövőben is, vagy középtávon is. Köszönöm szépen. Köszönöm, Géza, nagyon jól esett, amit mondtál. Meg kell mondanom, mert vártam, hogy valaki ilyen gondolatokat mondjon ki. Egyszerűen nincs mese, jobbnak kell lenni a többieknél. Ez ilyen egyszerű, ezt a 20-as években ezt kimondta az az óriási nemzedék, amikről beszélünk. Például ott van Csicseri Rónai István önéletrajzában, hogy Trianonon csak úgy tudunk túllépni. Ez egy program, ez egy életprogram, ezt lehet csinálni, kell csinálni. Persze van elbunkósodás, meg minden van, amiről beszélsz, de beszéljünk azért itt az asztaláról, az oldaláról is. Most még egy rögtönzésem van, szegény Gyuri itt már teljesen szitává vékonyultak az idegeit, gondolom, itt elvástak teljesen. De itt van főszerkesztő utódom, Ró Gáspár is, aki ezt meghúzta magát a feladattól itt a mai délutánon. Úgyhogy most te mondjál valami okosat, légy szíves, mielőtt. Jó? Mielőtt a Csóthi Gyurinak átadjuk. Nem lehet, hogy kimaradjál. Annyi mindenki annyi okosat mondott már, hogy szerintem igen nehéz eldönteni, hogy az ember mihez kapcsolódik. Én közben itt már suttogtam a mellettem ülő hölgynek, hogy az Enc Géza megjegyzéseihez csatlakozva, hogy mindezzel együtt a két háború közti világ sajátos módon folytatódott
még 48 után is, tehát 45 és 48 közt volt egy nagy felívelés, de ettől függetlenül azok a fejlesztések akkor értek be. Döbbenten olvastam, hogy például a világ rádió, asztali rádió készülék exportjának valami 60%-át, valami hihetetlen számot hallottam erre vonatkozóan, az Orion gyár bonyolította le, és tulajdonképpen ez annak a vákumtechnikai fejlesztésnek az eredménye volt, ami a két háború közt alakult ki Magyarországon. Tehát mindaddig, amíg ez a technológia élenjáró technológiának számított, ez az ipar kiválóan működött Magyarországon, és itt jön be az, ami ennek az egész rendszernek a menetrendjét messze menően bizonyítja, hogy miután a következő technológiai lépést nem volt képes megtenni ez a rendszer, és miután az előző korszak fejlesztésének a tartaléka kimerült, azután a tranzisztor technológia, és a többi már az egyebekre öröm már nem is beszélve, abban kész Magyarország lemaradt. Ugyanígy elmondható ez a győri programban, ami ugye a magyar fegyverkezési program volt Darányi idején, de hát tulajdonképpen már Gömbös idején is megindult. Hát az Audi gyár Győrben azért prosperál, mert annak idején ott volt egy ilyen fejlesztés. És sorolhatnánk még, azt is mondtam, hogy kifejezetten ironikus és egyúttal szörnyű is, tehát tragikomikus és leleplező is, hogy a 30-as, 40-es évek fordulán épült a létrejött magyar társadalombiztosításnak, az OTI-nak a reprezentatív kórháza, a Kútvölgyi Kórház, ami az új rezsimben nem, talán nem is egészen véletlenül a pártelit kiemelt kórháza lett. Illetve hát akikről úgy döntöttek, hogy be lehet oda engedni. Tehát jellemző módon itt egy folyamatosság működött. Aztán volt még egy megjegyzésem, ami tulajdonképpen Miklósnak kifejezetten nemzetpolitikai összefüggésben tennék fel, hogy megkérdezted-e, hogy ez a kiközösítés abban a bizonyos vendéglátó hely környezetében mivel függött össze? Ez a felvidéki magyarnak szólt, vagy pedig netán annak, hogy a felvidéki magyar, mint magyar, a mostani nemzeti kormányzattal szimpatizál, szemben azokkal, hogy úgy mondjam, a síkvidékiekkel, akik bedőlve a mainstream propagandának, ebben az ügyben egy napi politikai konfliktusba kerültek a felvidéki munkatársukkal, amit én nagyon el tudok képzelni, mert azt mondtad, hogy az utóbbi időben érzi úgy, hogy idegenné vált köztük, és ki van közösítve. Tehát én inkább azt gondolnám, hogy ebben a mai magyar társadalom megosztottságának a gyakorlatilag államegyházként működő liberális irányzatnak a működése érhető tetten. És mit lehet erre mondani? Azt, hogy itt tényleg elmaradt amiben nagyon elmaradtunk, és amiben nagyon komoly hiányosságaink vannak. Nincs rá javaslatom, tehát nem vagyok a bölcsek köve birtokában, hogy annak a nemzeti modernizációnak, ami egy új nemzeti ideológiát, egy új magyar küldetéstudatnak a kialakítását hozhatná meg, azon a téren nem tudtunk előrelépni. Tulajdonképpen a mai magyar nemzetfogalom az egyfajta múltba fordított nemzetfogalom, és nem egy konstruktív, nem egy jövőbe mutató nemzetfogalom, ami meg tudná mozgatni azokat is, akik nem feltétlenül a történelmi ismeretek birtokában, nem feltétlenül a családi szocializáció folytán, és nagyon nem feltétlenül a magyar irodalom, a magyar kultúra, a magyar zene ismeretében érzik és élik meg a magyarságukat, hanem a mai fogyasztáscentrikus világnak megfelelően, hogy ebben az összefüggésben mit lehet nekik adni. És ilyen szempontból megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy a kormányzatunknak tulajdonképpen az elmúlt 27 év valamennyi kormányának különböző okokból a humán kultúrára való figyelme és ennek a cselekvő működtetése, ez nagyon komoly hiányosságokat mutatott. Tehát majdhogy nem azt mondom, hogy a legjobban teljesítő kormányok is
ebben tudtak a legkevesebbet lendíteni. Ilyen, ebből a szempontból tulajdonképpen az első kormány hihetetlen handicappel indult. Tehát ott egyáltalán az kellett elérni, és az nagyjából sikerült is, hogy az ilyen ásatagnak tekintett szavak, mint hogy nemzet, haza, magyarság, tehát ez, és még lehetne sorolni, kereszténység, hit, ilyen szavak egyáltalán bekerülhessenek a közbeszédbe. Na most ez az alatt a 4 év alatt azért nagyon nagy mértékben meg is valósult, már nem volt feltétlenül, nem kellett egy görcsel, a gombóccal a torkában megszólalni annak, aki ilyen szavakat kimondott. Ettől függetlenül még a közbeszédben nem tudott áttörni ez. Ez több idő kellett. De tulajdonképpen az ezredfordulóra azért ez már megvalósult, és ilyen szempontból épp a közelmúltban, és tulajdonképpen egy Csóri Sándor szerepére gondolva a következő Magyar Szemle számban Csóri nemzet fogalmáról értekezve megkockáztattam azt a megjegyzést, hogy az a bizonyos katasztrofális eredménnyel, vagy megalázó eredménnyel zárult népszavazás mégiscsak korszakhatárt jelentett a közbeszédben. Mert voltaképpen mint az a negatív propaganda, akár a korábban még a 23 millió romános propaganda is, tehát az ellenpropaganda is hozzájárult ahhoz, hogy ez a témakör megjelenhessen a közbeszédben. És ehhez nagyon sokféle apró dolog is kellett, például olyan tévéműsorok, mint az Echo TV-nek ez a sorozata, aminek a nyomtatott anyagát most olvashatjuk. Tehát végeredményben olyan közegbe is eljutott a nemzeti paradigma, ami korábban elérhetetlen volt a mai azt mondom, mainak a teljes kortársi időszakot értve ezen, tehát majd, hogy nem azt mondom, hogy a 60-as, 70-es évektől kezdően, tehát az elmúlt fél évszázadban erre nem nyílt mód, és ma mindentől függetlenül az, hogy határon túli magyarságról beszélünk, hogy már nem ismerül fel a schengeni rendszer, vagy a nem is teljes értékű bevezetése óta, de hogyha a határok átjárhatósága okán, azért ez már nem egy extremitás, hogyha valaki erről beszél, nem úgy, mint a 70-es, 80-as, de még a 90-es években is. Úgyhogy szerintem független attól, hogy elégedetlenek vagyunk egy csomó eredménnyel, azért ez egy nagyon más világ, mint a 30 évvel ezelőtti. Köszönöm szépen, kedves Gáspár. Most átadom Gyurinak, nem kell opetlenül lezárd az esemény, de most már megérdemled, hogy hozamosan magad eltarthasd a mikrofont. Köszönöm szépen. Nem is tudnám lezárni, nem is tudnám összegezni a dolgokat, ezzel se idő, se képességem nincsen, hogy ez most megtegyem. Hanem először is a köszönet hangján szeretnék szólni Kodolányi Gyula felé, hogy ez a könyv létrejött, az ő gondolata és kezdeményezése volt. Köszönet Eskirály Bélának is, és köszönet valamennyinek, mindennyiótoknak, akik itt ülnek az asztalnál, hogy elfogadtátok a meghívást, és hozzászóltatok ehhez a alapvető nemzetünk sorsát meghatározó kérdéskörhöz. És nem kevésbé köszönet nektek, önöknek, kedves barátaim és vendégeink, akik ide eljöttek. Egy néhány szót szeretnék szólni az Unió műsor keletkezéséről, és aztán néhány reflektálást az itt elhangzott gondolatokra és kérdésekre. Szóval valóban úgy volt, amikor 2004 vagy 2003 júliusában hazajöttem Zágrábból, nagyköveti megbízatásom lejártával, hogy úgy légüres térbe kerültem. Egy darabig kértek tőlem tanácsokat nemzetpolitikai, vagy külpolitikai kérdésbe, főleg délszláv ügyekben, aztán olyan csönd lett. És egyszer csak Gulyás István, meg kell említsem a nevét, aki az EHO televízió igazgatója volt, az első igazgatója volt, és ismert engem a Hír TV-ből, oda hívott be többször beszélgetésre,
felajánlotta nekem ezt a műsorszerkesztést, külpolitikai magazin műsorszerkesztését, és tényleg ez kitöltötte a következő 6-7 esztendőmet, hogy volt tér, volt lehetőség, hogy gondolataimat vagy elmondjam, vagy elmondassam másokkal. Mert ez volt az alapvető elv, hogy kiket hívtam meg. Olyanokat hívtam meg, akikről tudtam, hogy elmondják azokat a fontos és értékes gondolatokat, amelyeket én szeretnék a magyar társadalom felé közölni. Hát persze nem csak taktikai okokból, meg illendőségből, de meghívtam ellenzéki képviselőket is, illetve akkor kormánypárti képviselőket, mert ugye akkor Megyesi Gyurcsány-Bajnai kormánysorozat volt. Ővelük meg vitatkoztam. Ővelük meg az volt a jó, hogy tudtam, legalábbis a magam eszközeivel megpróbáltam cáfolni a nézeteiket, és erre szintén sokszor került sor. Hát közülük persze nincsen senki ebben a kötetben. Ők egy másik kategória, és erről ilyen könyvet nem is fogok csinálni, amiben majd őróluk lenne szó. Tehát az volt az elképzelésem, hogy két kérdéskört, egy külpolitikai műsor, magazin műsor, ez volt a címe, de én eleve úgy ültem le, hogy nemzetpolitika lesz a hangsúlyon, és kultúrával is azért valamelyes fog foglalkozni, hiszen ez mindenképpen beletartozott abba a gondolatkörbe, amivel én foglalkoztam, és amit közölni szerettem volna a magyar társadalom felé. És két nagy kérdéskör köré fűztem fel a beszélgetéseket, az értelmiség felelőssége és a kultúra nemzetmentő szerepe. Ez külön fejezetekben is szerepel itt, és ezek mentén mentem végig, hogy megkérdeztem, hogy miért nem, és hát meghívtam Koncz Zsuzsát is, meg Bródy Jánost is egyébként. Nem volt rossz beszélgetés, de őket nem tettem be ide. Nem volt rossz beszélgetés, mert fontos hallani a másik oldalról is, hogy éreznek és milyen felelősséget. Hát Gyurcsánnyal szembe, meg kell mondjam, ők is éreztek, főleg Bródy, Koncz kevésbé. Ő nem határozott meg olyan karakteres véleményt, de Bródy nagyon keményen akkor. Hát most persze másik oldalon van, mindegy. Szóval ez a két kérdéskör volt, ami elsősorban foglalkoztatott, és hála Istennek sikerült mindenkit. 36-an szerepelnek egyébként, 41 kötet, de van, aki több beszélgetéssel szerepel. Hát az nagyon szomorú és nagyon sajnálatos, hogy a 36-ból 12-en már nincsenek közöttünk. És talán, lehet, hogy ez most rossz a mondat, amit most fogok mondani, de miután megfogalmaztam, kimondom, talán jó, hogy ez a könyv megjelent, mert 12 embernek itt vannak a gondolatai, akik már nem tudnak megszólalni, sajnos. Azt hiszem Jókai Anna volt az utolsó, aki elment közülük. Hát amit elhangzott gondolatkör, ugye a fő téma, én egy summázattal tudok itt részt venni ebben a gondolatsorozatban, hogy az elmúlt 27 év a nemzetpolitika vonatkozásában gyakorlatilag nem hozott semmit. Semmit nem hozott. Voltak kísérletek, az első, az Orbán, az Antal kormány, első Orbán kormány. Miért mondom, hogy semmi? Részeredmények vannak, persze, és nagyon sokat teszünk a mai, és egyre többet teszünk a kultúra és az oktatás területén, az elcsatolt területeken élő nemzetrészek vonatkozásában. Még mindig nem elég, de dicséretes, a tendencia nagyon jó, és ez nagyon fontos. De nem oldja meg az alapvető kérdést, mert mi az alapvető kérdés? A megmaradás egyetlen kizárólagosan járható útja és feltétele az autonómia. A teljes körül és tényleges autonómia megvalósítása. Mert addig, amíg nem egyenrangú állampolgárok az elcsatolt területeken élő nemzettársaink, tehát nem társ nemzet, mert ha az lenne, akkor nem is kellene autonómia, ha nem társ nemzet és egyenrangú állampolgár, akkor csak az autonómia mentheti meg őket. És ebben nem tudtunk előrelépni. A délvidéken megjelentek az autonómia csirái, ott van valami, van olyan kezdeményezés, ami dicséretes, de ott is szerb barátaink azért nyesegetik, amennyire lehet, visszanyesegetik. Éppen most, az hiszem, a tegnap vagy mai nap, ma reggel jött egy hír, hogy milyen lépéseket akarnak tenni ott is a nyelvhasználat és az oktatás vonatkozásában. Tehát amíg az autonómia teljes körű és tényleges autonómia nem valósul meg, a teljes körű alatt azt értem, hogy személyi elvű, kulturális és területi autonómia, ezek kombinációja,
Tehát a szorványban élőknek is meg kell kapni a lehetőséget, hogy az anyanyelv használat, a kultúra, az oktatás területén teljes jogú állampolgárai legyenek az adott országnak. Tehát addig nincs. És hogy ez miért nem valósul meg? Azért nem tud megvalósulni, mert Magyarország érdekérvényesítő képessége a nemzetközi politikában nagyon mélyen van. És ez többnyire önhibánkon kívül, túlnyomó részt önhibánkon kívül van. Különben rá kell nézni a térképre, hogy Magyarország saját magával határos, ugye, mint tudjuk, és ezek a határon lévő új országok, kreált országok és vadonatúj országok, mint például ez a Szlovákiának nevezett ország, ezek mind ellenségesen néznek ránk. Tehát nagyon nehéz körkörös harcot. Antal Józsefnek például az volt az egyik elképzelése ebben a kérdéskörben, Horvátország, Szlovénia, Ausztria, és legyen Ukrajna is. Tehát a hátunk mögött is. Tehát hogy ne kelljen három vagy öt felé harcolni, elég nekünk három felé, mert azt tudta ő is, és ma is így van, hogy három helyen a szlovákokkal, a románokkal és a szerbekkel kibékíthetetlen ellentétek vannak, és hát marginális szerepünk van Ukrajnában, a Kárpátalján, mert ugye nem ellenünk szól, hanem oroszok ellen szól az a történet, ami ott folyik, de áldozatai vagyunk, és talán még jobban áldozatai, mert kevésbé tudjuk az érdekeinket ott érvényesíteni, még majd tudja Oroszország, de ebben nem akarok belemenni, hogy Ukrajnának mi lenne a megoldása, erre is van elképzelésem, írtam is róla. Azért is nem beszélek sokkal többet, mert idő sincs már rá, és részben ez egy olyan nagy kérdéskör és terület, hogy erre egy külön konferenciát kellene létrehozni. Egyébként a Kisebbségi Jogvédő Intézet, itt van két kedves munkatársnőm, és már tudják, hogy mit fogok mondani. Szervezzünk egy konferenciát Veszélyben Kárpátalja jövője címmel, október 26-án a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre, a jelenlévőket tisztelettel és szeretettel meghívom erre. Egyébként meghívok mindenkit, akik itt vannak, az őszi rendszeres éves konferenciánkra is, ha pedig november 15-16-án lesz ugyancsak a Pázmányon. Majd ebben a körben szétküldöm a meghívókat. Érdekes, izgalmas témák vannak ott is. Tehát még annyit befejezésül. Volt egy olyan kitételem, én nem is egyszer írtam le, és volt, aki megtámadott emiatt, vagy vitába szállt velem. Azt mondtam, hogy Petőfi óta tudjuk, hogy haza csak ott van, ahol jog is van. És az elcsatolt területeken élő magyarságnak nincs joga, nem egyenlő, egyenrangú állampolgárok, tehát nekik tulajdonképpen ott a szülőföldjükön nincs hazájuk. Tudom, hogy ez nagyon csúnyán hangzik, de az nem a hazájuk, az a szülőföldjük persze, amit szeretni kell és amihez ragaszkodni kell, de nem a hazájuk, mert nincs joguk. És éppen ezért sokszor mondom, és ez a Kárpát-haza fogalom, ez nekem tetszik nagyon, Így és Gyulának a Haza a magasba című versére utalok, abban nagyon-nagyon szépen megfogalmazta Így és Gyula. Tehát ne a mi hazánk, egy kicsit virtuális haza ma. Fölöttünk van, a Kárpát-medence fölött van. Ez a mi hazánk, ezt kell szeretni, és törekedni kell azoknak a célkitűzéseknek a megvalósítására, amelyet ez a kormányzat például megfogalmazott, de nem tud megvalósítani. A nemzetegyesítés, a határon átnyúló nemzetegyesítés, az autonómia. És akkor még egy záró gondolatként elmondom, Orbán Viktor Tusványoson, Tusnád fürdői Bálványosi Szabad Egyetemen, nem szereti a feleségem is azt, hogy nem jó ez a tusványos szó, de hát közkeletűvé vált, tehát a Tusnád fürdőn rendezett Bálványosi nyári Szabad Egyetem és diáktábor minden évben mond valami olyat, ami annyira megmarad az emberben, hogy már csak azért a mondatért érdemes volt oda menni, illetve meghallgatni őt. Idén egy kérdésre, amely úgy hangzott, hogy miniszterelnök úr, támogatják-e az erdélyi magyar autonómiát? Orbán Viktor azt mondta, a kormány álláspontja közismert. A kormány támogatja az autonómiát. Az én álláspontom a következő. Két mondat. Az első, támogatom az autonómiát. Második, jobb hiány. Köszönöm. Hát azt gondolom, hogy itt be kell fejezni tulajdonképpen,
mert nagyon szépen zártad le. Természetesen külön kérésre bárkihoz felszólalhat még, úgyhogy a hallgatók, a barátaink köréből is nagy örömmel hallgatunk meg esetleg kérdéseket. Még megkérdezem azért Miklóst és Géza barátunkat, hogy... Nem boncolgattam, de egy mondattal rákérdeztem, és akkor azt mondta, azt válaszolta nekem az a hölgy, hogy megkérdezték tőle ezek a kollégák, hogy tudsz-e egyáltalán magyarul álmodni? Ez nem politikai probléma. Ez nagyon intelligens kérdés. Tulajdonképpen, csak meg vagyok döbbenve. Hát ez azt mutatja, én egyébként ezt szoktam mondani, hogy most van a posztkádári korszak közepe. Tehát gyakorlatilag annak a mély repülésnek, amiben 1980 körül jutott a Kádár rendszer, a teljes csőd minden értelemben, de főleg szellemileg és lelkileg, ennek még most is isszuk a levét. És ebben pontosan, mert ez egy nagyon intelligens mondat különben, érted? Ez különben nagyon intelligens mondat, de hát elképesztő. Géza barátom. Köszönöm. Azt hiszem, rengeteg paradoxonnal van dolgunk. Itt van rögtön kettő. Az egyik, hogy minél magasabb az életszínvonal, annál jobban csökken a születésszám. Romlanak a demográfiai mutatók. A másik, hogy minél nagyobb volumenben, és minél inkább megkönnyítve a hozzáférést, növekszik az ismeretek, az emberi műveltség alap ismereteinek, tényeinek a mennyisége. Ezzel arányosan és paradox helyesen nő a műveletlenség, a butaság, a közömbösség, a kultúra iránti totális ignorancia. Tehát miközben régebben egy életmű volt hozzájutni egy ismerethez, évtizedekig tartó kutatások eredménye és szívós munka eredménye volt. Ma egy gomnyomással hozzá lehet férni olyan tudáshoz, amiért nem is kell tulajdonképpen megdolgozni, és ezzel együtt növekszik az elbutulás. A mi paradoxonunk pedig ennél szerényebb léptékű, és az abban áll, hogy az elszakított nemzetrészeket a diktatúra körülményei sokkal inkább megtartották az identitásukban, mint az, ami utána következett. Ami utána következett, az növelte a mozgásterét a legalitásban és a politikában való mozgásterét a közösségeknek. Tehát növelte az autonómiájukat, a szónak itt most nem területi értelmében, hanem önmagában. És ennek ellenére ezeknek a közösségeknek a sorsa a meggyengülés. Itt el is hangzott, hogy azért fogyunk, azért kivándorlunk, azért asszimilálódunk. Ha megnézem azokat a követeléseket, amelyeket megfogalmaztak, sőt megfogalmaztunk jó néhányan a 80-as években mondjuk, amelyekről azt képzeltük Pozsonytól Kolozsvárig, hogyha ezek a jogok adottak lesznek, akkor ez a közösségként való túléléséhez, talpon maradásához, gyarapodásához
jelentik a szükséges feltételeket, akkor azt látjuk, hogy ezek a jogok, lehetőségek, körülmények így úgy adottak, hanem is abban a mértékben, de azért közelítünk feléjük. De közben őrületesen növekszik a vegyes házasság, és következésképpen az asszimiláció, a hadnasoroljam tovább. Tehát nekünk erre a paradoxonra kell, azt gondolom, választ találnunk, hogy ilyen körülmények között találjuk meg azt az imperatívust, azt a kohéziós erőt, amely nem a diktatúra, hanem a törvényes, hanem a, mondjuk úgy, a parlamentarizmus körülményei között képes garantálni a közösségek életben maradását. Itt sok deficitről beszélhetnénk, hogy mit csináltunk rosszul, vagy se, hogyan sem. Elfolytak a pénzek, amelyek a magyar kisebbségek gazdasági önállóságát kellett volna, hogy megerősítsék. Nem jött létre az a bank, amelyben bíztunk, a magyar vállalkozás. Tehát mindaz, amiről azt gondoltuk, hogy majd megköti, és amit például maguk a németek nem voltak képesek megoldani, azt majd mi meg fogjuk oldani. Hát itt azt hiszem a legdeficitesebb az elmúlt 27 év történelme. De nem vagyunk a végén, tehát ha most még ki tudunk, összedugjuk a fejünket, és tudunk egy olyan nemzetstratégiát összekovácsolni, ilyen emberekkel, mint Csóti, meg az interjú alanyai, és még jó néhányan, akkor talán erre a paradoxonra is képesek leszünk választ adni, hogy miközben a jogaink szélesednek, aközben ne gyengüljenek a magyar közösségek. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük, Géza. Azt gondolom, hogy ugyanazon a szinten vitte tovább a dolgokat, és még egy-két dolgot, mint Gyuri, ahol befejezte. És nagyon fontos, hogy nagyon röviden is akár, de kitértél arra, hogy a határon túli magyar gazdaság megerősítésében még nagy feladatok vannak. Hát nagyon szépen köszönöm, és lehet még kérdezni, én általában úgy gondolom, hogy 70 perc az, amit egy közönség ki szokott bírni, és az, hogy ezen messze túl vagyunk, azt a kedves barátainknak is köszönhetjük, de a közönségnek is köszönöm, hogy ennyire figyeltek ilyen hosszú ideig. Csóti György barátom nagyon szívesen dedikál itt most majd az esemény után. Meghívom önöket egy kis egyszerű büfére, és beszélgessenek még egymással, mielőtt elmegyünk innen. Én nagyon köszönöm mindenkinek ezt a nagyon jó hangulatú estét.